A hölgyi egészség testi-lelki segítője lehet a közönséges párlófű, patikai párlófű, vagy apró bojtorján virágos hajtása. Ha a hölgy cisztával, miomával vagy endometriózissal érintett testi szinten, akkor az apró bojtorján úgy siethet segítségére, hogy Edward Bach doktor kutatásai szerint a belső szorongást, aggódást, nyugtalanságot segít oldani. Na most, ha a hölgyek szíve nyugodt, de emellett tevékeny is tud maradni, akkor a napi teendőiket el tudják látni, de nem a jövő miatt kezdenek el szorongani, félni, aggódani, nyugtalankodni. Az apró bojtorján a természetgyógyászat régóta használt népi orvoslás tradicionálisan bevált gyógynövénye is. Több száz éve alkalmazzák már gyulladásgátló, fertőtlenítő, enyhe vérzéscsillapító hatása miatt, valamint a panáceattal a szinte mindenre ható gyógynövények közé sorolja a népi orvoslásunk. Ez a gyógynövény egy testi-lelki erősítő, roboráló hatást igyekszik teaformájában a hölgyi szervezetben is kifejteni. Röviden összefoglalva, az apró bojtorján az életünk próbáit segít megoldani, segít, hogy természetesen, tevékenyen, szépen helytálljunk, így a hölgyeknek a sokrétű leterheltségét, illetőleg szorongását, aggódását segít feloldani természetes úton. Amellett, hogy nem szedálja le őket, tehát nem nyugtatja le őket oly mértékben, hogy ne tudnák a napi teendőiket szépen és helyénvalóan megoldani, ellátni. A hölgyi teakeverékbe azért kerül be az apró bojtorján többek között, ezen túl, hogy a szorongást, aggódást segít feloldani, mert egy testi-lelki erősítő hatása van dr. Nagy Géza orvos természetgyógyász kutatásai szerint is, valamint a máj és ebe teakeverékekbe is tradicionálisan alkalmazott természetes gyógynövényi szer évszázadok óta, és mint már említettük az orbáncfűnél, a másik összetevőjénél a hölgyi teakeveréknek, a fölösleges ösztrogén a hölgyi szervezetből a májon keresztül fog kiürülni, aminek egyik segítője, természetes segítője lehet az apró bojtorján patikai párlófű virágos hajtása. A hölgyi teakeverékbe ezért került bele ő. Ne felejtsétek a három elbetűs terápiát: lassítani, lazítani, lágyulni, és a gyógynövények és így a hölgyi tea sem pótolhatja a helyes étrendet, a természetes, mozgásban, vitaminokban gazdag életmódot, vagy a szakszerű orvosi terápiákat, vagy az esetlegesen szükséges vizsgálatokat, illetőleg gyógyszeres kezelést. Jó teázást, egészségetekre!